Több ezer civil szervezet működik Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, jelentős közösség formáló megtartó erőt képviselve az élet számos területén. Számukra fontosak azok a pályázatok, amelyek a működésüket, munkájukat segítik. Októberben jelentek meg a Nemzeti Együttműködési Alap kiírásai, amelyek közül az összevontak beadási határideje szerda délután 2 órakor lejár. A civil szervezetek pályázhatnak vagy szakmai és működési közös programra, tehát ezt úgy értem, hogy működési költségekre és szakmai programra. Ebben az esetben 3,9 millió forint erejéig pályázhatnak az 5 kollégiumban, 1 kollégium esetén 3,5 millió forintig, míg abban az esetben, ha csak működési költségre pályáznak, akkor 3 millió forintig pályázhatnak ezek a civil szervezetek. Az összevont pályázatokra azok a civil szervezetek pályázhatnak, amelyeket 2020. december 31-ig nyilvántartásba vettek és rendelkeznek egy lezárt üzleti év beszámolójával. A nyertes pályázatokat 100%-ig finanszírozzák, bár az elnyert pénzt majd csak jövő év április eleje és 2023. március vége között használhatják fel az érintett szervezetek, igényelhető előfinanszírozás. A másik lehetőség az idei évtől áll fönt, az egyszerűsített támogatás egyfajta bevezetése, akik érvényes pályázatot adnak le, de a szakmai bírálat után alapján nem részesülnek támogatásban, ha beixelik ezt a lehetőséget a adatlapon, akkor 150 ezer forint egyszerűsített támogatásra jogosultak. Ez mutatja azt, hogy ezen szakmailag támogatásban nem részesülő szervezetek munkáját is a kiíró Magyarország kormánya, a miniszterelnökség megbecsüli, tudja, hogy ebben nekik munkájuk volt, munkát fektettek ebbe a pályázatba, és ezt próbálja honorálni azzal, hogy a működésüket egy ilyen kisebb, de a civil mindennapos létet azért segítő támogatásról beszélünk. Az egyszerűsített pályázatok beadására valamivel több idő van még, november 17-ig kell ezeket benyújtani. Ha formailag megfelelőek, automatikusan jár a maximum 350 ezres támogatás. Fontos azonban tudni, hiánypótlásra egyik kiírásnál sincs lehetőség.